Meghosszabbította a jegypénztárak nyitvatartását, új vonalakon állít forgalomba alacsony padlós buszokat és új buszjáratokat indít a Budapesti Közlekedési Központ. Vitézi Dávid szólt a jegyértékesítés és jegyellenőrzés megváltozó rendszeréről is. Mint mondta, minden nagyobb csomópontban és metró meghosszabbították a pénztárak nyitvatartását. A vezérigazgató beszámolt egy vizsgálat eredményéről is, mely szerint a hívek budapesti szakaszán, illetve több buszvonalon eddig egyáltalán nem volt ellenőrzés. Ezt hamarosan megváltoztatják, és a reggeli órákban egyéb, eddig nem ellenőrzött járatokon is meg fognak jelenni a jegyellenőrök. Vendégem a stúdióban Vitézi Dávid a BKK vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt a bejátszásban lehetett hallani, hogy bizonyos szakaszokon még nem is volt ellenőrzés. Nyilvánvalóan rengeteg járatról beszélünk, amit nagyon nehéz lenne folyamatosan ellenőrzés alatt tartani. Vannak mégis olyan szakaszok, amik eddig még nem kerültek ellenőrzés alá, vagy nem voltak ellenőrizve? Ugye a Budapesti Közlekedési Központ idén május 1 vette át ezt a típusú tevékenységet a BKV-tól. Ugye a tömegközlekedést szervező, megrendelő szervezetként végezzük a feladatainkat, ahogy ez főpolgármester úr programjában szerepelt és ennek jegyében a menetrendek elkészítése, az utas a forgalomirányítás és így ezek között a jegy- bérlet értékesítés, illetve ellenőrzés is hozzánk került. Mi ezeket a folyamatokat átvilágítottuk, ezek évtizedek óta becsontosodott folyamatok voltak azok, a bkv és, és nagyon sok problémára derült fény, ugye ekkor derült ki, hogy a visszanteladói rendszerben visszaélések voltak, amik miatt büntetőfejlentést is tettünk, ekkor derült ki, hogy valóban például a évek budapesti szakaszán évek óta nem volt egy ellenőrzés, mert ez valahogy kimaradt a szórásból, most ezt gyakran, bátettük. egyes kifutó buszvonalakon nem járt jegyellenőr soha. Hogyan maradhatott a... ki a évek ellenőrzése? Hát, hát ez, ez... Én meg nem mondjuk tudom mondani, egy hogy ez hogy történt. Maga a BKK. E... nem tud ebben az ügyben Én azt tudom, hogy mi most külön. ezt egy sokkal szakmai alapra helyeztük, és például olyan buszvonalakon, ahol el lehet kerülni a metrót, és ugye a metróból ugye bejárati ellenőrzés van, oda csak bérlettel vagy egyen lehet bemenni. Vannak olyan buszjáratok, amik arra jók, hogy kikerüljék a metró vonalakat esetleg a blitzelők, ezeken a vonalakon nem volt gyakori a jegyellenőrzés, most ezt megváltoztatjuk. De nem csak ilyen a ellenőrzési a... típusú intézkedések vannak. Jó is, mi? hogy szóba került a jegyértékesítés és ellenőrzési rendszer. Ugye fejlesztésekről lehet hallani jegyautomaták, vagy ugye a jobban ellenőrizhető jegykiadásokról. Na most, ha, ha mégis ez így alakul, akkor a korábban beharangozott vagy szóvá tett elektronikus jegy, jegyrendszer bevezetése az várat most magára. Tart, épp, a én volna, hogy nem csak az ellenőrzésre koncentrálunk, ez nyilván egy közérdeklődésre számot tartó téma, de az értékesítés fejlesztésére is. Augusztus 1-től minden olyan nagy csomópontban működő pénztár, metróállomásokon nagy csomópontokban nem este 7 vagy este 8 hanem este fél tízig van nyitva, tehát akik később járnak haza munkából, is tudnak jegyet vagy bérletet vásárolni. És az a bosszantó jelenség is megszűnt, hogy napközben 20-30 percre bezárnak a pénztárak, amikor a pénztárosoknak az ebédszünete van. Ezzel sokszor szembesültem én magam is ilyen kevés idegesítő dologban, az orra a pénztán, ennek is vége van mostantól. Valóban elkezdtük a jegyautomaták cserét, itt ilyen 15-20 éves jegyautomaták működnek ma Budapesten, nagyon kevéssé megbízhatók. Szigorítottuk azt a rendszert, hogy milyen sűrűn ellenőrizzük, igyekszünk őket rendbe tartani, de nem könnyű. Ha valaki azt tapasztalja, hogy nem működnek megfelelően, elnyelt esetleg a pénzt, akkor jelezze azonnal az ügyfélszolgálaton is fog kapni érdemi választ, ha elnyelte a pénzét, kártérítjük. Ugyanakkor az a cél, hogy vadonatúj érintőképernyős bankkártyát elfogadni képes jegyautomatákat telepítsünk. Ez már és... egyébként tudja fogadni az új rendszer. Sert, amit Így természt. van, és az a cél, hogy ez a jegyautomata már olyan legyen, mi, hogyha meg lesz az elektronikus jegyrendszer 2014-15 folyamán, ez is folyik ennek az előkészítése, akkor annak a kártyáit is el tudja majd fogadni. Tehát erről még nem és mondta, e, nem napolták el. A legkevésbé sem napoltuk el. Az e, azt látni hogy ezek nagyon bonyolult rendszerek. Ez 51 milliárd forint az éves jegyárbevételünk. Ez azért nem játék, ez, ez, mint egy banki rendszer olyan biztonságosnak. Hát azért Elennie, volt olyan furcsa, hogy lehet a héve, héve nem lehet hogy a a nem el. Így van, ne lehessen föltörni. Tehát ennek egy nagyon alapos műszaki dokumentációját kell elkészítenünk a tender előtt, ez most is folyik, és ősszel szeretnénk kérni a beszerzést az új rendszerre. Valami más, de mégis maradunk a BKV témánál. Tíz további buszságot vehetnek használatba a kerékpárosok. Ha jól emlékszem, azért a taxisok felháborodtak annak idején emiatt. Én nem hallottam erről, lehet, hogy nem írott csak el hozzám, de alapvetően ezek olyan kisebb forgalmú buszsávok, ahol óránként 6-8 autóbusz közlekedik, és elég szélesek, több mint 4 méter szélesek, tehát nem okoz az problémát, hogy a kerékpárosokat haladjanak. Viszont ha ezt nem engednénk meg, és nem tennénk kiegészítőjelzést, ugye eddig Budapesten ezt nem nagyon engedték meg, néhány buszsáv volt csak, ahol lehetett kerékpározni, akkor a bicikliseknek szabályosan a forgalmi sáv és a között a buszok és az autók között egyensúlyozva kéne haladni, ami a legbaleset veszélyesebb, vagy fölmennek a járdára, és a gyalogosokkal kerülnek konfliktusba, az se jó, abból is mindig probléma van, idős emberek, babakot is anyukákkal kerülnek konfliktusba, ez se jó. Ezért az ilyen helyszíneken megengedjük a buszában közlekedést, most 10 helyszínen építjük ezt ki a következő hetekben, lehet, hogy lesz folytatása is, ha beválik, de természetesen itt szó nincs arra, például a Kossuth Lajos utcában, vagy a Rákóczi úton, ahol szűk is a buszsáv, és nagyon sűrűn is járnak a buszok, nem óránként 6-8, hanem óránként 30-40 Uh -huh. Ilyen helyszíneken nem fogjuk természetesen megengedni a kerékpározást. Nyilván egy olyan beszélgetés, ahol Vitézi Dávid ott van, ott szóba kell, hogy kerüljön a hármas metró. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára egy ilyen. Uh, hát egyrészt a napja használat miatt, másrészt az újabban előforduló uh, problémái. Bár igazából nem is mondhatjuk azt, hogy újabban, tehát ez rendszeresen előforduló hiba. Hát ez egy elég öreg vonal is. most már azért. Ugye a kettes metró után néhány évvel adták át, és a kettes metró felújítása az uh, évekkel ezelőtt most már befejeződött. Sajnos a hármas metró teljes felújítása nem volt előkészítve, uh, így ezt nekünk kellett elkezdeni, ennek folynak már az előkészületi munkáid, de azért sok év, mire egy ekkora infrastruktúra megújítását el, véghez tudjuk vinni. Nagyon sok intézkedést tettünk, hogy garantáljuk a biztonságot, sincserék történnek folyamatosan a vonalon, több kilométernyi sincsere volt már idén, és 35 kilométernyi sincser élünk ki a következő hónapokban, egészen 2013-ig bezárólag. A tűzvédelmi rendszerét teljesen megújítottuk a hármas metrónak, de üzemzavarok sajnos így is vannak. A járműveknél ugye füstöléses esetek voltak, akit bevontuk az egyik legjobb szakértő céget Európában egy beszerzési eredményeként a tüvöt, amelyik ugye a német minősítőintézet, ő vizsgálja mostán, hogy milyen kockázatok vannak, és hogy lehet megszüntetni ezeket a füstöléses eseteket, illetve pályahibák vannak, éppen a mai napon történt az Újpest központ végállomáson egy sajnálatos pályamekhibásodás, aminek következtében ma is voltak fennakadások a hármas metró közlekedésében, jelentős késések voltak, és még a pénteki napon is lesznek késések, ritkában fog közlekedni a hármas metró. A munkatársaim ma is egész éjjel, és pénteken este is egész éjjel dolgoznak azon, hogy kiavítsák a hibát, hétvégére már menetrend szerint fog közlekedni a hármas metró. Tehát a problémák megoldása jó kezekben van. Köszönöm Ezen szépen, vagyunk. hogy itt köszönöm szépen. a stúdióban. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, a napi aktuális látták, nézzenek bennünket holnap is, addig is minden jót, viszontlátásra!